Sziasztok, szia! Nagyon örülök, hogy itt vagy. Ígértem, hogy készítek majd olyan videókat, amivel segítem és támogatom a fejlődéseteket, és amivel még gyorsabban el tudsz indulni a fejlődés útján, otthonról, kényelmesen. Fogadj szeretettel ezt a videót. Az első és legfontosabb dolog az, hogyha önfejlesztésbe kezdesz, hogy legyen egy miérted. Én nagyon sokszor észrevettem azt, hogy az elmúlt 10 évben rengeteg emberrel dolgoztam együtt, egyéni konzultációkon, tréningeken, képzéseken, tanfolyamokon, az elég sok formában, hogyha valakinek nincs egy igazi belülről, egy mélyről fakadó indítatása azzal kapcsolatban, hogy ő miért szeretne változtatni, fejlődni, önfejleszteni, másik életet felépíteni. Ha nincs meg benned ez a motiváció, ez az inspiráció, ami belülről hajt téged, akkor is, amikor esetleg elveszíted azt az ütemet, amit eddig vittél, ha bedarálnak a hétköznapok, ha jön a mókuskerék, ha valamilyen nehézség jön, vagy éppen egy ilyen mocsaras időszak van, mert valljuk be, hogy ezek azért vannak, és ezek időről időre jönnek, akkor egész egyszerűen el fogod hagyni ezt a jó szokásodat, abba hagyod, feladod, azt mondod, hogy nem működik a technika, azt mondod, hogy nem tudsz önfejleszteni, el fogod hagyni azokat a dolgokat, amik egyébként előre vittek és építettek az életedben. Úgyhogy ha elfogadsz tőlem egy jó tanácsot, akkor én azt javaslom neked, hogy először, mielőtt az egészbe beleugrasz, de akkor sincs gond, ha már évek óta önfejlesztesz, ez bármikor felül lehet vizsgálni, mert ugye mindannyian változunk, és ez bármikor update-elhető. Tehát, hogy mi a miérted? Miért szeretnél te fejlődni, miért szeretnél változni, változtatni, önfejleszteni? Ha az a válaszod, hogy azért, hogy jobb legyen a párkapcsolatod, értem, de nem biztos, hogy egy külső célt érdemes elsőként választanunk. Próbálj meg valami olyan célt választani, ami miattad, ami érted van, ami a te életedet gazdagítja. Ne érts félre, a párkapcsolatod is gazdagítja, vagy bármi olyan külső cél, ami rajtad kívülálló, de ilyenkor szoktam azt kérdezni, hogy mi van akkor, hogy ilyenkor ilyeneket mondunk, hogy a párkapcsolatom, a munkám, a bármi, ami rajtad kívül van. Mi van akkor, hogyha ne legyen ilyen, de ha mondjuk elváltok, vagy hogyha mondjuk elbocsájtanak, vagy leépítés történik, vagy bármi hasonló. Tehát, hogy legyen egy olyan belső indítatás, egy olyan belső célod, például szeretnél boldogabb lenni, szeretnél harmonikusabb lenni, szeretnél türelmesebb lenni, vagy szeretnél kiteljesedettebb életet élni, vagy szeretnéd megtalálni az életcélodat. Még nagyon sok mindent sorolhatnék, mindannyian mások vagyunk, mindenkinek más az igazán fontos az életében. Úgyhogy nézd meg, hogy neked mi a fontos, mi az értékrended, mik a prioritásaid, és ennek megfelelően határozd meg a miértedet. Hogyha ebben segítségre van szükséged, hogyha nem tudod, hogy hogyan csináld, hogyha nem tudod, hogy hogyan találd meg az értékeidet, vagy hogyan állíts prioritást az életedben, hogy hogyan találd meg a nagy miértedet, akkor ne esd kétségbe, én azért vagyok, hogy segítsek neked, nagyon szívesen támogatlak ezen az úton. Az egyik az, hogy megírtam, hozd ki magadban a legjobb éned című könyvet, ami a te legjobb utitársad és barátod lesz az önfejlesztés útján, mert rengeteg hasznos, jó tanács van, tipp és trükk, és ugye ennek a könyvnek az elolvasásával kezdted, én garantálom neked, hogy egy nagyon szemfelnyitó, könnyed, frissítő olvasmánnyal már elindulsz az önfejlesztés útján. A másik, amiben tudok neked segíteni, a VIP klub különleges közössége, ahol nagyon sok energiát átadva, nagyon sok olyan tippet, trükköt, tanácsot, tudásanyagot, meditációt átadok, amivel te is át tudod formálni az életedet. Épp a mai napon tedd be valaki egy sikersztorit, az elmúlt fél évben milyen sok eredményt ért el, és mindezt az önfejlesztésnek köszönheti. Én nagyon örülök neki, hogy itt vagy velem, köszönöm, hogy együtt megyünk az úton, és ne add fel, mindig lehetnek bukkanók, mindig lehetnek göröngyök az úton, de hogyha kitartasz és csinálod tovább következetesen, akkor el fogod érni a célodat. Drukkolok, meg tudod csinálni, így tovább, hajrá! Szia!